A Városmajori úszoda az év első három hónapjában zárva tartott, ugyanis energetikai korszerűsítés zajlott az intézményben. Május 15-től azonban ismét fogadja a sportolni vágyó lakókat, és így annak sincs akadálya, hogy itt nyári táborokat szervezzenek a Hegyvidéki Sportközpont munkatársai. Vagyis az elkövetkező hónapokban is sok gyermek sajátíthatja el a különböző úszásnemeket, vagy azt, hogy hogyan lehet biztonságosan megúszni, ha az ember gyermeke mélyvízbe kerül. Az úszás mellett színes programok várják a táborozókat. Itt nem csak úszótábor lesz, hanem lesz kézilabda, sportmix és úszótábor, tehát a gyerekek nem csak az úszást sajátítják el és azt tudják gyakorolni, hanem más sportokkal is meg tudnak ismerkedni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része annak a gyerek fejlődésének, hogy többfajta mozgásformával megismerkedjen, és természetesen hát aki csak is kizárólag az úszótáborba jön, az ugye reggel és délután napi két úszásban vesz részt, egy órás foglalkozásban. Az egyhetes turnusok során az edzések között nem maradhatnak el a klasszikus tábori elfoglaltságok sem, így sor kerül majd a Budakeszi Vadaspark meglátogatására, játszótéri programokra, de rendőrségi vagy tűzoltó bemutatón is részt vehetnek a táborozók, akiknek a napi úszóedzéseit követően a teljesen kezdők is medencébe mehetnek. Vízhez szoktató intenzív foglalkozásokon vehetnek részt azok, akik még csak ismerkednek a vízzel, és az első karcsapásaikat végzik. Nagyon fontos a gyermekeknek az úszás tudása, hiszen az olyan, ma már ez egy olyan, mint amikor járni tanulunk, tehát az úszás tudása az egy nagyon fontos eleme létünknek, hiszen rengeteg víz vesz minket körül, és a vízbiztosság az egy fontos része annak, amikor a szülő elmegy nyaralni, hogy biztonságban tudja a gyermekét, természetesen a felügyelet ez akkor sem maradhat el. A Városmajori úszoda augusztus végéig tartó úszótáboraiba 5-től 15 éves korig várják a gyerekek jelentkezését. A táborban különböző csoportokat alakítanak majd ki korosztálytól és úszás tudási szinttől függően. A momsport táborai is hasonló rendszerben működnek, azzal a különbséggel, hogy ezekben a táborokban nem lesz külső helyszíni program, minden foglalkozást az intézmény területén található sportpályákon, illetve a füves területen tartanak meg. Ezekben a táborokban szintén kombinálható több mozgásforma és sportág. A momsport egy kiváló helyszín arra, hogy ugye nem csak az úszási a főszerep, hanem rengeteg másfajta mozgásformát is tudnak itt zárt kereteken belül, tehát biztonságban véghez vinni, tehát nem kell külön elmenni az ingatlanon kívülre, hogy például egy foci edzést megcsináljanak, hanem az itt belül, a momsporton belül tudják végezni, és azért ez a szülőknek egy nagy megnyugvás, hogy se az ebéd miatt, se pedig a különböző foglalkozások miatt nem kell elhagyni a területet. Az egyhetes turnusok során a napi foglalkozások 7:30-kor kezdődnek, és délután 16:30-ig tartanak, ahogy a Városmajori úszoda táboraiban is. A momsport táboraira az intézmény honlapján lehet jelentkezni, az úszás fül alatt.